Pierre, neves már egyet. Te vagy a legjobb barátom, és én szeretlek téged. Nem igaz. Engem senki sem szeret. Senki. Augusta is azt mondta, hogy szeret. Aztán elhagyott. Te is ugyanarra készül. Nem igaz. Először is én nem szeretek vele bájgúnárokba. Azon kívül a te Augustád meg Antónia... Ne hallgass. Vagy szétverem a képet. Köpök rá. És miért pont Augusta kellett neked? A világ tele van gyönyörű nőkkel. Rajta kívül nincs több. És ő? Mi? Oda néz, ahova mutatok. Mi? Ott. Ah. Ott né. Nem látok semmit. Nem, hát nem akarod meglátni. El pedig milyen bájos. Nagyon bájos. Bájos. Meg gipszből van. Attól olyan vonzó, hogy gipszből van és meg sem mozdul. Mert amelyik mozog, az el is megy a bájgúnárral. Na, Pierre, oda néz. Mi van? Nem volt rajta szoknya. Szoknya? Miért kellene, hogy egy szobor szoknyát hordjon? Hogy meg ne fázzol ott a húzatban. Ha? A blúza. Már az sincs rajta, pedig az előbb rajta volt. Te is láttad, nem? A blúzát? Meg lehet. Hiszen te részeg vagy. Gondolod? Igazán? Na gyerünk, most szépen elmész undikálni, aztán holnap üde leszel és rózsás a versenye. Nem akarom rózsás, nem érdekel a verseny. Ó, hát nézd, milyen cuki így levetkőzve. Bocsásson meg neki, de tök részeg és szerelmi bámata van. Lefektetem, aztán jövök vissza. Jó? Na, menjünk már, gyerünk aludni. Éj, ez az én szobám. Nem hagylak maradni a fajtás. A főnök megmondta, ne hagyja magára, nehogy butaságot csináljon. Milyen butaság? Azt én nem tudom, de nem hagylak itt. Na gyere, ígyunk még egy búcsúkortyot. Ha? De szóda népül, mert a szóda nagyon egészségtelen. Gyere, fajtás, egy nagy pohár, és egy kis pohár a kis Michelnek. Most már tűnj el. Nem hagyd magadra. Itt fogok aludni, látod? Mert a főnök azt mondta, ne hagyja magára. Én majd elalszom, ott te meg itt. Mert a főnök azt mondta, Michel, ne hagyja magára. Úgyhogy én nem hagylak magamra. Mert a főnök azt mondta, ne hagyja magára. Azt mondta a főnök, hogy ne hagyja. Azért szeretlek, drágám. Azért szeretlek. Szeretlek. Amikor a levelet olvasod, már messze leszek tőled. Engem megöl a szerelem. Légy boldog. Felejts el engem, Pierre. A maga helyében én ezt nem tenném.
Ki maga? Én vagyok az űrangyala. Mit mond? Nagyon jól hallotta. Az űrangyala. Micsoda? 1922. július 2-a óta az én feladatom az ön személyes védelme. Mond valamit önnek ez a nap? Ez a születésnapja. Adja ide ezt a pisztolyt. Ide figyeljen, kisasszony. Lehet, hogy magát mulattatja ez a kis tréfa, de én nekem nincs semmi humorom. Menjen aludni. Nem hisz nekem? De, maga egy angyal, de most nincs karácsony. Hát jó, maga egy világhírű, büszke és sértett bajnok, akinek ma kicsúszott a lába alól a talaj. Egy csalfalány miatt. Én csak a dolgomat végzem. Hát van magában temperamentum. Hát az érzésem, hogy én már láttam magát valahol. Engem biztosan nem, de talán valakit, aki hasonlít rám. Minden esetre semmi keresni valója éjszaka egy férfi szobájában. Az ember kopog, mielőtt belép. Lehettem volna pizsamában is. Magát zavarta volna? Engem nem. Ismerem magát. Van egy forradása. Itt. A szobalány égette meg, miközben a haját sütötte. Szép hosszú haja volt. Eddig ért. 3 éves volt. És nagyon aranyos. Nagyon-nagyon aranyos, de gonosz. Na és az első randevúja. Emlékszik rá? A katolikus templom mögött. Akkor volt 14 éves. A lány nem jött el, és maga sírt. Akkor odament magához egy kislány. És magára mosolygott. Maga adott neki egy szál virágot. Egy margarétát. A kislány befordult a templom saroknál. Maga utána akart menni, de már nem volt ott. És ez a kislány, ez ugye... Hé! Ébredj föl, hallod? Michel, nyisd ki a szemed! Mondd csak, látod? Mit látsz ott? Mit látsz? Jól. Ott, a másik szobában. A másik szobában? A másik szobában? Semmit. Az én világon semmit. Hány miatt látsz? Hát, 6. Részeg disznó. Nyugodtan telefonáljon a portásnak, és hívja föl, hogy nézze meg az őrangyalát, aki épp itt van a szobájában. Az majd felhívja az elmeosztályt, és küldenek egy mentőt. Senki sem hinne magának, mert ez hihetetlen. Akkor miért akarja, hogy én higgyek magának? És ha tényleg az, akinek mondja magát, akkor mit csinált egész szállónak? Hogy vigyázott rám, he? Mindent, ami ma történt, én provokáltam, és a maga érdekében. Hát ez gyönyörű. Ez ám az őrangyal, aki börtönbe csukatja a védencét a boldogsága érdekében. Engem a boldogsága nem érdekel. Nagyszerű. Hát mi érdeklik egyedet? A lelke. Az én küldetésem a lelkének őrzése. Még akkor is, ha össze kell törnem a testét vagy a szívét. Ez kedves magától. A test csak hamu. A szív pedig csak ábrán és illúzió kicsikém. Nem vagyok a maga kicsikéje. Érti? Ilyen kicsi volt, amikor megismertem. Nevetséges. Nincs ebben semmi nevetséges. A házasságomat is azért akadályozta meg, hogy a lelkemet megmentse? Azért. Remélem, tud valami értelmes magyarázattal szolgálni. Nem sokára megkapja. De nagyon mozgalmas napja volt. Nem érzi magát kicsit fáradtnak? Fáradtnak? Egy cseppet sem vagyok fáradt. Miért kellene fáradtnak lennem? Nehogy nem. Nagyon fáradt. Pardon. Na, látja, milyen kimerült? Aludnia kell. Igen. Feküdjön le. Jó, szót fogadom. Mindjárt elalszik kipihenni magát. Meglátja, holnapra minden más lesz. Egy angyal a szobámban. Kialudt már ilyet. Nem szoktam túllépni a hatáskörömet, de nem hagyhattam, hogy tönkretegye a lelkét ezzel. Olyan imádnivaló csecsemő volt. Kisfiúnak is elragadó. Olyan sok csinos és rendes lány vár valakire.
Nem engedhettem, hogy egy ilyen rémes nőnek, egy ilyen boszorkánynak a karmai közé kerüljön. Szeretett. Így el, hogy szeret. Na jó. Ideje aludni. Álmodjon szépet. Jó éjszakát. Én majd őrzöm az álmat.